Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém! Sziasztok! Kicsit álmosak vagyunk, mert korán kellett kelni. Elérkeztünk a Görögország vlogunk második részéhez, és a Navácsöbölbe fogunk menni ma reggel délelőtt. És gyönyörűen megálltunk egy étterembe, és gyönyörű szép a kilátás. Nincs még nyitva, de beengedtek minket, úgyhogy köszönjük szépen. Várjátok, srácok? Nagyon! Nagyon szép lesz, ott van lent a kikötő. Nagyon szép a kilátás. Itt észre kell azért ne zuhanjon le az ember. Ott van lent a kikötő. Nagyon szép kék a tenger. Össze lehet keverni az éggel. Itt van a Vivi is, mindenki itt van. Na anya, mi a véleményed megint? Gyönyörű szép. Gyönyörű szép, ezt én szoktam mondani. Hihetetlen. Ábi? Magány vagy, nagyon. Itt, aki nyírja a füvet, az étterem tulajdonosa, gondolom, azt mondta, hogy mennünk kell, de megkínált volna minket kávéval, majd ha visszajövünk, akkor azt mondta. Nagyon durva. Most pedig megyünk a hajó kirándulásra. Milyen fényes a fejem. Elindultunk az öböl fele, viszont kaptunk egy szomorú hírt, hogy nagyon hullámzik a tenger, ezért az öbölben nem tud kikötni a hajó, hanem lehet fotózni a távolról, nem tudom meddig megy be, de kicsit csalódottak vagyunk ez miatt, de semmi baj. Az a helyzet, hogy kicsit félünk, mert tényleg nagyon hullámzik a tenger. Durva! Ezért nem kötünk ki, mert ilyen nagy hullámok vannak. Rosszabb, mint a repülés. Azt az, hogy dobálja a hullám. Na ezen meghalnék, biztos. Ez biztos. Sose volt ilyen üres a Navácsöbölből. Bementünk egy barlangba. Hú, de durva. Majd a teljesen ki van borulva. Teljesen. De nem félsz ott elő? Apa nagyon élvezi, mi meg itt kapaszkodunk. Nagyon durván hullámzik a tenger. Nekem például hány ingerem van, de szerintem itt több embernek. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor megyünk vissza, de lassan. De nagyon szép. Nagyon szépek a barlangok. Minden. Kimentek a jéghideg vízbe úszni. Ádika, nem ér le a lábod. Ádika, tudsz úszni? Beleugorhatsz, csak egy kicsit nem, locsold le magad, mert hideg. Maradj ott inkább. Ne ugorj bele. Szép. Nagyon mély. Kapaszkodj a hajót. Mire készülsz, Ákos? Leugrani, de meg fogunk kerülni, mert itt nehéz lesz nekem följönni. Igen, és nagyon mély a víz, ugye nem ér le senki lába. Gyerünk, öcsém. Ügyes vagy! Ürödtek a srácok meg a Vivi egy kicsit a tengerben, most pedig indulás tovább a következő fürdőhelyre. Mi ugye a Nikivel nem nagyon tudunk úszni, vagy én tudok, de hamar elfáradok. Meg azért ilyen nagy hassa úszni azért elég durva. Úgyhogy megyünk tovább, most már annyira nem hullámzik a tenger, úgyhogy most már nem vagyok rosszul. Nagyon kék a víz. Bejöttünk egy barlangba. Anya, jobban vagy? Gyönyörű. Mondom, jobban vagy? Nem. Véget ért a hajó kirándulás, hát nagyon durva volt, tényleg nagyon féltem. Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy a Navácsöbölbe nem tudott kikötni a hajó, de nagyon-nagyon hullámzott. Viszont a srácok meg a Vivi tudott fürdeni, Niki és anyáik is élvezték a hajó kirándulást. Nagyon elfáradtunk, nagyon álmosak vagyunk, de nem azért jöttünk, hogy aludjunk. Irány a tengerpart, irány fürdeni, meg megkóstolni a görög giroszt. Úgyhogy tartsatok velünk továbbra is. Srácok, irány a tengerpart! Mindjárt! Először kaja, igen. Mindjárt, várjál! Süllyed, Szöcsi! Jó meleg a víz? Aha. Jó van, tenger hideg volt ott, ugye? Igen, de az is jó volt utána. Várod a girosztákot? Már nagyon éhes vagyok. Mi te? Én is. A Kinder Bueno milkshake. Aha, megérkezett a görög giroszunk. Végre, Niki. Finom? Uh-huh. Jó. Mi tálba kértük, többiek pedig pitába. Vivi, te mit eszel? Rákot? Nem, én tintahalat. Tintahalat eszik. Aha. Mutasd a tintahalat. Ó, megkóstolom.
meg volt az ebéd, nagyon finom volt, viszont nagyon fúj a szél, meg felhős idő van, nagyon hullámzik a tenger, látom, hogy a srácok nagyon élvezik. Szerintem belemegyünk mi is, meglátjuk, milyen hideg a víz. Hát lehet, hogy lassan kell jönni a tengerbe. Ki is jöttünk a tengerből, mert nagyon-nagyon hullámzik a víz, de meglepően meleg a víz, úgyhogy tök király. Ahol ma fürödtetek Ádi, ott az öblökben, ott hideg volt, ugye? Az a másik part volt. Ja, de amúgy, ugye ez egy nap, amott voltunk a másik oldalán a strandon, az ott jó. Homokos. Viszont rosszabbak voltak a sziklák. Itt meg a tengerben sziklások. Igen. Ezt a kettőt így összegében van. Igen, célszerű ilyen tengerjáró cipőt vásárolni, mi is hoztunk magunkkal, és akkor nem sérülhet meg az ember lába. Neked nincs, neked majd venni kell. De az jó, ami anyára. Igen, igen, az neked is jó. Úgyhogy most egy kicsit fúj a szél, ugye ezért nem tudtunk kikötni az öbölbe, de most nem falusi hullámmedence van, hanem a tenger hullámzik, és élvezik a gyerekek, meleg a víz, de lassan megyünk szerintem vissza a szállásra. Esik az eső, de az Ákos nem zavarja. Mi újság? Fáradtak vagytok? Aha! Menjünk a medencét! Na hát nem is pihenés van, medence. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ma mindenki fel van öltözve, de én valamiért az ágyban maradtam. És most fogunk menni Leganászba, Teknős Nesre. Megnézzük a Teknős szigetet, Buli szigetet, illetve ha marad idő, akkor felmegyünk majd a Navajo-öböl tetejére. Ez lesz a terv. Szépen éltárkodik. Na, anya, hagyjál már. Jó reggelt! Jó reggelt, később kertén. Hogy aludtál? Jól. Ádika? Jól, de még mindig fáradt vagyok. Te mindig fáradt vagy. Készen állsz a Teknős Nesre? Aha. Mi nem szoktunk reggelizni, mert inkább az alvást választottuk. Hogy örül egy szendvicsnek. De anya csinált nekünk szendvicset. Köszi, édesanyám. Hát de ne vagyok égve! Finom az a kalács? Egy falatot létszi. Nagyon finom édes. Nem baj bele. Megette előlem. Finom édes? Hát akkor zepéből akarok adni Lefoglaltuk a Teknős Nesre a hajónkat, igazából a motorcsónakot, akinek van jogosítványa, simán odaadják, de mi nem bízunk a saját képességeinkbe, úgyhogy kértünk egy sofőrt, Markó, aki itt él 7 éve, és tud magyarul, úgyhogy fantasztikus, hogy tényleg számíthatunk a segítségére. Aki idejön, érdemes őt felkeresni, mert nagyon korrekt ajánlatokat tud adni mindennel kapcsolatban. Úgyhogy most lemegyünk ide a Leganász partjára, és akkor egyre megyünk vissza a Teknős Nesre. Nagyon várom. Anya, Mizu? Minden jó. Visszatérve a motorcsónak bérlésre. Nem bízol bennem. A család nem merte bevállalni, hogy bennem. Ott a Teknős-sziget, ott pedig a Buli-sziget található. Nem sokára oda fogunk kihajózni. Itt van közelről is a Buli-sziget, ugye egy híd vezet be rá. Sétálunk be a Buli-szigetre. Itt tavaly azt hiszem, hogy a vihar tönkretette a hidat és leszakadt. Utána majd motorcsónakkal fogunk menni a Teknős szigetre, ami ott a háttérben látható. Nagyon szép. Apanazzon is táskába, belement a tengerbe. Megnéztük a Buli szigetet is. Hát én naív azt hittem, hogy ingyenesen lehet bejönni, gyerekeknek nem kell fizetni, de amúgy fejenként 5 euró volt, úgyhogy erre lehet számítani itt a Buli szigeten. Meg itt a kabócák énekelnek folyamatosan, nagyon nagy a hangzavar. Most legyünk, veszünk pár szendvicset, és útnak indulunk a Teknős szigetre. Yeah! Sziasztok emberi, itt vagyunk Zakintoson, erre van a Cameo-sziget, látjátok ott van a Cameo-sziget, Buli-sziget, Teknős Béka-sziget, mi itt vagyunk, az én nevem Márko, ez a YouTuber barátom, itt van az egész család, hello, hello, itt van Romeo és Ibrahim Family, mindegyik itt vagyunk, sziasztok! Sziasztok! Tessék, itt vagyunk, na, köszönöm. Most irányítunk. Hova megyünk Márko? Hova megyünk? Most megyünk a Teknős Béka-szigethoz, speedboat-tal, utána megyünk a Keri barlagokhoz, körbe megyünk és nézzük a teknősöket. Így van. Minden. Na, sziasztok mindenki. Sziasztok. Rakjátok lájkot erre a videóra, és rakjátok lájkot az oldalra. Sziasztok mindenkinek. Indulunk. Na, milyen? Jó. Jó, csak félek.
Most nincsenek olyan nagy hullámok. Úton vagyunk a Teknőszigetre, igen. Ott van a Teknősziget. Hello vagyok, én vagyok Márko, a kapitány. Minden legjobb kívánok, itt vagyunk Zakintoson nyár 2022. Július közepe, a legszebb idő. Itt vagyok egy jó családdal. Na, megyünk. Itt vagyunk a Teknőszigeten, és itt ugye el van kerítve, mivel a teknősök miatt ez egy védett terület. Úgyhogy onnan jönnek le a teknősök. Ugye a sziget úgy néz ki, mint egy teknős, ahogy láthattátok az előbbit, füröttünk egyet, és újra útnak indulunk, hogy teknősöket lássunk. Elindultunk a motorcsónakkal, és ugye nem is mi lennénk, a kormány az megadta magát, de megcsinálták, úgyhogy újra útnak indulunk, megyünk teknősöket nézni. Ádi, mi újság? Semmi. Jó volt? Aha, persze. Nekünk romlik el a kormányunk, vagy nekünk akad ki. Something's in the air. Apa vezeti a hajót, kapitány úr. Marko itt elmondta, hogy nem azért Buli-sziget, mert itt mindenki bulizik, hanem azért, mert itt esküvőket szoktak tartani. Itt kellett volna neki az esküvőnket megtartani. Nem azért fehérítsük. Kedét is itt el tudtak kérni. Igen. Még egyszer megkérem a kezét. Kérem, még egyszer a kezét. Az a helyzet, hogy sajnos teknőst nem láttunk. Nagyon nehéz ugye a teknősöket meglesni a teknőslesen. Sajnos nem láttunk, de ez azt jelenti, hogy vissza kell térnünk ide. Most pedig állítólag a Lagánász legjobb, vagy az egész Zakinto, a legjobb giroszt fogjuk megkóstolni, meglátjuk. Na Ákos, milyen volt az igazi görög girosz? Nagyon jó volt. Ezt még életében nem evett ilyen girosz. Nikinek is teljes itt a vágya, mert ott a tengerparton nem volt ilyen jó a girosz. Nem, meg kevesebb van. Igen. Mondjuk itt drágább is, 12 euró volt. Elérkeztünk a mai videónk végéhez. Ezek a hajók, meg a tegnapi nap, az igen, mert két napból raktunk össze egy videót. Hát ezek a hajóutak teljesen kiszívnak minket. Sajnos teknős nem láttunk. Mit szóltok a mai naphoz, srácok? Hullámok? Kormány kiakadt. A kormány kiakadt a hajóba, igen, az durva volt, de megcsinálták, úgyhogy visszajöttünk. Itt vagyunk a szálláson, most péntek van, amikor befejezzük ezt a videót, van még két nap, szerintem arról is készítünk majd egy videót, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor... Lájkoljátok és iratkozzatok fel! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!